Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, a 21. század vezető elemzője. Szép jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mit tud tenni az új frakció, az ebben tudnak egy nyomást gyakorolni? Igen, ugye a mai nap során fog megalakulni az új európai pártcsalád, amely ugye a Patrióta nevet viseli, tehát a Patrióták Európáért név alatt létrejön, és ez ugye Orbán Viktor által fémjelzett, de több fontos európai párt is részt vesz bennem. Még nem hivatalos, de gyakorlatilag most már teljesen biztos, hogy a francia nemzeti tömörülés is tagja lesz ennek a pártcsaládnak. Ez azért fontos, mert egyébként ők a legnagyobb párt az európai parlamenten belül, tehát ők küldik 30 fővel a legnagyobb delegációt a különféle pártok közül, tehát ez egy mindenképpen kiemelendő dolog. És hogyha most megnézzük, hogy mely pártok csatlakoztak, és melyek várhatóan csatlakoznak a mai napon, akkor kijelenthető, hogy most már egyből a harmadik legnagyobb frakció lesz az európai parlamentben. És a franciáknak a csatlakozása meg azért fontos, mert az az előrejelzés és az a várakozás, hogy önmagában az, hogy ők belépnek ebbe a pártcsaládba, hoz még másokat is, tehát várhatóan mások majd a későbbiekben fognak csatlakozni. Mennyit fog segíteni ez az Európai Unió magyarországi megítélésein? Mennyire fog ez a berozsdásodott csap kitisztulni és gyorsabb ütembe átfolyni, aminek eleve el volt a célja, hogy ideérjen magyarországi felhasználásra? Hát amit ugye látunk most a miniszterelnöknek a békemissziója kapcsán, az az, hogy Brüsszelben tiltakoznak. Tehát ugye Josep Borrell, akinek gyakorlatilag pár hete van hátra, mert most már leköszön és távozik az Európai Unió intézményrendszeréből. Egy műsorvezetőnek nem lehet véleménye, de az a pár hét is túl sok neki. Igen, és hát ugye most ő tiltakozik. Azokat a károkat, amiket okozott az Európai Unióknak, évtizedeken kell majd dolgozni, hogy... És hát nekik nem tetszik értelemszerűen az, hogy Orbán Viktor most például egy békemissziót folytat szerte a világban, de azért az, hogy ilyen meghatározó pártok, politikusok csatlakoznak Orbán Viktor mellé, létrehoznak egy közösen új pártcsaládot, és látszik, hogy meghatározó szereplő lesz az európai parlamenti vitás során, de a brüsszeli vitás során úgy amblok ez az új csoportosulás. Az értelemszerűen fáj azoknak a politikai szereplőknek, akik abban voltak érdekeltek, hogy Orbán Viktort elszigeteljék. Tehát, ha visszagondolunk azért pár héttel ezelőttre, akkor ugye arról szóltak a szalagcímek, akár itt a előttem lévő Népszavában is, hogy Orbán Viktor egyedül marad, nem lesz szövetségese, nem fog tudni semmelyik pártsághoz sem csatlakozni. Azt nagyon szerették volna ezek a szereplők. Hát ehhez képest az lett, hogy létrehozott egy saját frakciót és saját pártcsaládot, úgy, hogy egyébként a harmadik legnagyobb lesz egyből. És itt utalnék egyébként Magyar Péterre, mert ők ugye csatlakoztak az Európai Néppárthoz, a globalisták pártcsaládjához, Ursula von der Leyennel már ott diskuráltak, meg hajbókoltak neki például a Tisza párt részéről. Tehát az történt, hogy Magyar Péterék csatlakoztak az Európai Néppárthoz, beállva a globalista álláspont mellett. Az Európai Néppárt ugye képviseli a bevándorláspárti álláspontot és a háborúpárti álláspontot. Orbán Viktor azonban ebből nem kért, és nem volt hajlandó semmilyen olyan kompromisszumra, ami megváltoztatta volna az álláspontját például a háború ügyében, és inkább létrehozott egy saját frakciót, tehát egy független, autonóm politikai szereplőként viselkedett ebben a kérdésben. Én már javítanám, amit mond, pedig nem szoktam kijavítani, ez már nem csak háború, hanem háborúk, hisz Orbán Viktornak kemény véleménye van a közel-keleti háború esetleges eszkalációjának hatására az Európai Unióban, és attól sem lepődnék meg, hogyha ez irányban is elég konstruktív ötletei lennének. Igen, tehát ugye most az orosz-ukrán háború mellett zajlik az izraeli konfliktus is, a közel-keleti konfliktus, tehát értelemszerűen, hogyha a béke misszióról beszélünk, arról beszélünk, hogy a világban békét szeretnénk, akkor nem csak Ukrajnára kell figyelni, hanem bizony a közel-keletre is. És ugye Magyarország ebből a szempontból is versenyelőnyben van, mert ugye az orosz-ukrán konfliktus nem jön a helyzet. Magyarország mind a két féllel tud kommunikálni, a magyar miniszterelnök el tud menni Kijevbe, el tud menni Moszkvába, és elő tudja mozdítani a párbeszédet.
célt azt, hogy valamilyen irányba legalább elmozduljanak a felek a béke kapcsán. Ugyanez a helyzet egyébként a közel-keleti konfliktus kapcsán, tehát azért az elmúlt 14 évben a magyar kormány a keletnyitás keretében Irántól kezdve más közel-keleti arab országok. Mindezt láthattuk most, hogy Szijjártó Péter, aki a minap telefonon beszélgetett új iráni kollégájával, de megmondta, hogy akkor is van tárgyalásra lehetőség, ha nagyon sok mindenben nem értenek egyet. Ezt akarom mondani, hogy a magyar kormány itt is ugyanezt az álláspontot képviseli, ugyanezt a külpolitikát folytatja. Ott is egyébként arab országokkal kiépített különféle kommunikációs csatornákat, gazdasági megállapodásokat, vagy bármilyen politikai megállapodást, és hát Izraellel is jó baráti kapcsolatot ápol, és hát értelemszerűen ebben a kérdéskörben is tud egy hasonló szerepet betölteni Magyarország. Mondjuk azt, hogy az európai tagállam között talán a legtisztességesebb, aki azért odafigyel, hogy mi történik az újkori zsidó államban, nem úgy, mint a többiek, akik állandóan csak elítélik. Mi lesz szegény Amerikával? A két nyugdíjassal, az egyik legalább ért a gazdasághoz, a másik már ahhoz sem. Hát Joe Biden ugye múlt héten arról beszélt, hogy ő talán az első fekete alelnök, első női fekete alelnök, aki egy fekete elnöknek szolgálhat, tehát valami ilyesmit mondott egy felszólalásában, talán pont a július 4-i függetlenségnapi felszólalásában, tehát látszik, hogy Joe Biden már alapvető dolgokkal sincsen nagyon tisztában. Rossz papírt vett elő. Kicsit. Arra gondolt, hogy az elnök helyettes asszony, aki félig afroázsiai, félig más, de hát ő meg nincs felépítve. Teljes káoszott, amiatt uralkodik, hogy látta Trumpnak és Bidennek is a vitáját, az is láthatta, hogy hát sajnos Amerikának a vezetője nincsen olyan állapotban, ami megfelelővé teszi, vagy alkalmasá teszi arra, hogy vezesse a nyugati világot, ugye így szokták mondani. Ő ugyanazt mondja, hogy újra, de aki dönt, szerintem azok a filantrópok, akik ezt megfinanszírozzák. És azt látom, hogy valójában nem ő irányít, tehát nem ő vezeti az Egyesült Államokat, hanem azok a gazdaság és politikai szereplők, akik mögötte vannak. De azért, hogyha megnézzük Trump és Biden, hiába Trump is azért 78 éves, ennek ellenére azért sokkal energikusabb, aktívabb, látszik, hogy van elképzelése, tehát teljesen más dimenziót képvisel. Mennyire, mondjuk azt, hogy győz Trump, mennyire fog ez változtatni a helyzeten? Változtatni fog, tehát pont most egyébként Donald Trumpnak a fia a hétvégén megint posztolta a közösségi oldalára, és azt mondta, hogy ugyanolyan álláspontot képvisel a háború ügyében Donald Trump, mint Orbán Viktor, tehát békét szeretne, ez mindenképpen fontos szempont. Ez már nagyon pozitív, hogy egy amerikai elnök a választások kellős közepén észreveszi azt, hogy van egy Magyarország, amelynek az elnöke nem háborúpárti. Igen, tehát az mindenképpen pozitív Magyarország számára, hogy Donald Trump baráti viszonyt tápol Orbán Viktorral. Szerintem könnyen belátható, hogy sokkal jobb Magyarország számára külpolitikai. Akkor elképzelhető, hogy olyan amerikai nagykövetünk lesz, aki a két ország kapcsolatain fog dolgozni. Igen, én viccesen ezt szoktam jegyezni a baráti társaságban, de itt is elmondom, hogy ha már csak annyit csinál Donald Trump, hogy David Pressmant hazahívja és küld egy olyan nagykövetet, aki sokkal inkább egy pragmatikus álláspontot képvisel, és mondjuk a két ország kapcsolatát szeretné javítani, már akkor nyert Magyarország. Ellentétben én nem hibáztatom a nagykövetet, ő csak azt csinálja, amit megírnak neki a Fehérházból. Hát vagy néha többet is, tehát kicsit azért úgy tűnik, hogy ő nagyon komolyan veszi ezt a politikai aktivista szerepet, tehát gyakorlatilag nem telik el hét, hogy ne valamilyen politikai kommunikációt folytasson, és politikai szempontból támadja a magyar kormányt. Ez más, ezt más nyugati diplomata nem engedheti meg magának. Tehát a francia nagykövetség részéről elképzelhetetlen lenne, még akkor is, hogy mondjuk nem értenek egyet, mert egy liberális elnök van Franciaországban, még akkor sem elképzelhető, hogy ilyen módon beavatkozni egy ország belpolitikájában. Hát stílusok és emberek. Hát igen, meg ugye kulturális szokások. Arról nem beszélve, hogy ott van ez a VOK, ami történik Amerikában, ami összeegyezhetetlen a mi világnézetünkkel. Bízom benne, hogy a hattyúk tavát nem fekete tütűbe fogják előadni. Jó, akkor térjünk vissza Európába, illetve egy kicsit a harmadik világba. Mi lehet az oka annak, kérdeztem az előbb dr. Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját, mi okozhatja az európai tagállamoknak azt, hogy fölvállalják ezt a migráns tömeget? Mennyivel egyszerűbb lenne munkavízumot adni, és
úgy beengedni az embereket, hogy tudják, hogy mit tanult, hol született, hány éves, mi a múltja neki. Szerintem a most hétvégi francia választásnak az eredménye ezt megmutatja, hogy mi értelme van ilyen nagy számban beengedni bevándorlókat Európába, mert hát ilyen körülmények között jobb oldal gyakorlatilag Nyugat-Európában nem tud nyerni. Tehát ugye most Franciaországban választás volt, az első fordulóban láttuk, hogy a nemzeti tömörülés löpenék tudtak nyerni, majd a második fordulóra visszaléptek egymás javára egyébként a kommunista, baloldali vagy liberális szereplők, és hát így gyakorlatilag meg tudták azt csinálni, hogy akkor mégiscsak a baloldal nyerjen. És ebben nagy szerepe van annak, hogy komoly bevándorló közösség él Franciaországban is, akiket ugye azzal riogatnak, hogyha majd jön a löpen, akkor nem tudom, titeket kivégeznek. Vagy nem. Tehát magyarul ezek szavazógépek? Ezért akarnak Németországban is 3 év után már állampolgárságot. Hát igen, ugye mind Németországban, mind Franciaországban, de az Egyesült Államokban is azt látjuk, hogy a bevándorlók, illetve a bevándorló hátterű személyek jó eséllyel a baloldali liberális formációkra szavaznak, és értelemszerűen egy ilyen társadalmi szerkezettel, egy ilyen társadalmi változást következtében sokkal nehezebb helyzetük van a jobboldali formációknak. Angliában az előző kormány szigorította a engedély nélküli bevándorlást, most az első döntések között szerepel a baloldalnak ezeket a döntéseket megszüntetni. Nem meglepő, hogy erről beszéltem, tehát amikor a munkáspártnak a győzelméről beszélünk, ott is ebben hatalmas nagy szerepe van a bevándorlásnak. Azt hozzá kell tenni, hogy a Rishi Sunak féle kormányzat tragikus teljesítményt nyújtott, ugye az egész még Boris Johnsonnál kezdődött, tehát ott is botrány után következett az ő kormányzása idején, tehát a magát idézőjelben konzervatívnak nevező párt az egy komoly mélyrepülést tudhat magáinak, és az, hogy például Nigel Farage ilyen mértékben meg tudott erősödni, és ott is egy komoly szavazatnövekedésről van szó, az annak köszönhető, hogy bomlik szét a hagyományos jobboldal. Tehát amit egyébként látunk akár Franciaországban, Németországban is, hogy van a régi jobboldali formáció, mely betolódott balra, és ugye gyakorlatilag minden álláspontot átvett a baloldaltól, ezek a formációk kezdenek bomlani, gyengülni, és velük szemben létrejön egy alternatív, szuverenista, vagy akár patriótának is nevezhető formáció, amely a hagyományos jobboldali értékeket képviseli, és ezek megerősödnek. Mindenhol ezt a trendet látjuk, kérdés, hogy mely országban tudnak jobban megerősödni. Le Penék esetében azt látjuk, hogy ott már gyakorlatilag a régi republikánus jobboldalt azt teljes mértékben eltörölték a színről, már nagyon gyengék. Németországban még tartja magát a CDU-CSU, de hát szerintem Nagy-Britanniában annak leszünk a szemtanúi, hogy Farage-ékbe fogják elúzni a konzervatívokat. Egy pillanatra elgondolkozunk azon, hogy mit is csinálta a bevándorlókkal Trump, megszigorította és komoly falakat épített oda. Vajon ezt fogja folytatni, ha újra hatalomra kerül? Mindenképpen, tehát ugye ezt most már gyakorlatilag minden nap én is követtem a kampány eseményeit, nézem, miket ír ki mondjuk a közösségi oldalára, és a bevándorlásnak a témaköre gyakorlatilag minden nap előkerül, minden beszédében, minden Facebook posztjában, tehát ez egy kiemelt téma. Tehát a háború bevándorlás az mindenképpen ott van a top prioritások között. És ugye Orbán Viktor szerdán Washingtonba fog látogatni a NATO csúcs alkalmából. Nem tudom, hogy kikkel fog találkozni, ugye arról beszélt a mindenki miniszterelnök, hogy meglepő találkozások is lesznek, tehát mindenki érdeklődve várja, hogy mi lesz itt ezen a héten, mert ugye most Pekingben van, ugye még a 6 nap van ebben a hétben, tehát még bármi lehet. És a repülő meg rendelkezésre áll. Bízunk benne, hogy csak jó hírek és jó gyümölcsök lesznek ebből a 6 hónapból. Igen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Deák Danielt, a 21. századi intézetvezető elemzőjét látták és hallották. Egy olyan elemző, aki tudja, hogy a hét első napján illik pozitívakat mondani, de a pozitív hírekhez pozitív politikusok is kellenek, úgyhogy ez most sikerült. Bízunk benne, hogy így leszünk majd a déli órákban is. Ne felejtsék beállítani a televíziókat, 9 óra 30 perckor élő közvetítést adunk majd integetek önöknek a Kormányinforról, ahol ebben a témában is biztos többet fogunk tudni. Most viszont már is tovább repülünk a Champs-Élysées-re Sós Eszter Petronella segítségével, aki már érkezik is stúdiónkba, és megnézzük, hogy tulajdonképpen mi maradt még Le Pennek, illetve mi történik a francia fővárosban. Tartsanak velünk, köszönöm Dani, hogy itt voltál.
Thank you.